A szerencsés borászatnál vagyunk, és ilyenkor este 9-kor kezdjük az új technológiával, az UVC-vel a növényvédelmet. Az UVC-fény egy rövid hullámú sugárzás, amely hatékonyan pusztítja el a mikroorganizmusokat. Széles körben használják fertőtlenítésre az élelmiszeriparban és az egészségügyben. Amerikában, Franciaországban és Olaszországban a szőlő növényvédelmére is használják már, hazánkban elsőként az idei Agromas Expo kiállításon mutatták be a fénycsöves eszközt. Az interneten találkoztunk először ezzel az újfajta technológiai lehetőséggel, és mivel biogazdálkodást szeretnénk folytatni, ezért addig jártuk ezt az utat, míg megtaláltuk, hogy Magyarországon a Geonet Kft. Szabó József elkészítette ezt a fajta technológiát, és a rendelkezésünkre bocsájtotta kísérleti céllal. A fénycsövek traktorra szerelt változatát most kezdték használni a szerencsés borház szőlőültetvényein. Az első kezelések után az eredmények biztatóak, a növényvédelem hatékonyságát levélanalízissel is ellenőrzik. Hetente egyszer ezzel az UVC fénnyel kezeljük a szőlőterületünket, ezzel meggátoljuk a gombák szaporodását, és védekezünk a szőlő főbb betegségei, a lisztharmat, a borzitis és a peronospora ellen. A technológia úgy néz ki, hogy a traktorra szerelt UVC sugárral megyünk végig a területen, 4 km per óra maximális sebességgel, tehát elég kosztodalmas maga a kezelés. Ez a technológia kizárólag éjszaka hatásos, mivel a nappali fény közömbösíti ennek a hatását. A szerencsés borháznál további kísérleteket végeznek. A növényvédelemnél alkalmazott UVC fény fertőtlenítő hatását szeretnék a borok kezelésénél is hasznosítani. Egyre többen allergiásak a kénre, ezért a reduktív borainkat úgy szeretnénk elkészíteni, hogy palackozáskor, ha lehet minél kevesebb, vagy egyáltalán ne kelljen hozzá ként adni. Fiatal borászok vagyunk a Dél-Alföldön, és ezekkel az újításokkal szeretnénk kitűnni a hazai borpiacon.